Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Induljon hát a kedd! Visszatérünk az A8-ra, hát itt találtam Sammerbergi pihenőnél helyet. De hát túlvezettem, nem túlvezettem, hanem munkaidő túllépésem volt. Tevékenységidő túllépésem, mert itt a munkaidővel mindig kötekedni szoktak. Tevékenységidő túllépésem volt, 10 perc, 12 perc pontosan. Hát nyomtattam egyet, ráírtam, más nem tudok tenni, sajnos parkolót nem találtam. Bementem azért, mindegyiken keresztül mentem, egy kicsit megnéztem, hogy van-e, de hát nem volt. Úgyhogy aztán most nekilódolunk. Az éjszaka egyébként jó, tehát bár elég zajos volt itt az út mellett, azért haladnak, haladjaknak az autók, elég zajosak a kerekek. Visszatérünk a pályára, 5-6 fok van. És aztán robogunk München felé. Majd jövök.
Megérkeztünk a szétválasztóhoz. A 9-esen. Robogunk Nürnberg felé. És itt aztán jobbra tartva. Megjöttünk a szétválasztóhoz. Irány tovább, aztán majd megnézzük a panorámát. Itt vagyunk ennél a gyönyörű panorámánál, gurulunk lefelé a lejtőn. Szép ez a rész is. Egy csoda szép. Megyünk tovább még itt a 9-en. Nürnbergig. Ott aztán ráfordulunk majd a 3-as számú autópályára. Azon megyünk Frankfurt fölé. Arra megyünk végig a 3-ason. Nem kedvenc pályán, mert ugye tranzit útvonal arra nagyon sokan járnak. Sok stavú tud lenni. Meglátjuk, meddig érünk, hova jutunk. Holnap reggel 8-as lerakó. Úgyhogy haladunk, leértünk szépen a völgy aljába. Mehetünk tovább. Elérkeztünk a 9-es 73-as kereszteződéséhez. Döntöttem, hogy lehajtok itt a 73-asra. Hagyj le az autópályáról. Elhagyjuk a 9-est. És támadjuk meg a 3-ast majd. Megérkeztünk a 73-ason a 3-as kereszteződéséhez. Irányítunk. Hagyj le az autópályáról, majd tarts balra. Irány balra, Duisburg 3-as. Azt adták meg nekünk. Tarts balra. Most tudunk nagyon jobbra itt, mert nyaktáig tudunk. Akkor megyünk akkor Nürnberg felé. Most megkerültünk Nürnberget. Tarts jobbra. Rendesen. Úgyhogy itt aztán irány Würzburg felé a 3-ason. Tarts balra. Még lakfőn is vagyunk a 3-ason, hát itt van egy kis útépítés, de már roboghatunk is rajta. Még 5 óra, 20 perc van a lerakóig. 450 km, 3 óra 30-as vezetési időben vagyok, úgyhogy elméletileg még oda tudnánk érni, hogyha nem lenne stó, nem lenne fennakadás, még tudnánk menni a tempomba, de majd meglátjuk, hogy sikerül. Haladunk kassaba, hogyha egy óra maradt, azt majd hónap reggel szépen teljesítünk. Ürkül 97, az még durván egy óra. Hát több mint egy óra, úgyhogy előtte meg kell, hogy álljunk mindenféleképpen. Úgyhogy robogunk, aztán majd meglátjuk. Jövünk a 3-ason, elhagytuk Geiselwindet, valami villogás van itt a túlsó felén.
magamban, és azt már akkor mögé szoktam inkább állni. Vagy csak megnézik, hogy egyáltalán igaz-e az, hogy vészvillogóval ott átsikózik egy állósávban. Nagyon-nagyon fúj a szél. Majd csinál az autópályáról. Miközben odéjök, hogy majd visszamehet. 4 óra 17-es vezetési idővel vagyok. Járunk egyet, kihány 45-ös, és utána majd folytatjuk tovább az utat. Ahogy a kollega is. Fél délmúlt 6 perccel egyébként. Teljesen ideális lesz a hosszú. Érkezés a köztes célponthoz a bal oldalon. Szépen megebédeljek. És utána majd folytatjuk tovább az utat. Tarts balra. Egy 3-4 óra múlva. Most irány be a pihenőhelyhez, szépen háttal a pályának, elmegyünk oda teljesen hátra. A kollega az van ide, én meg még egyet hátrébb megyek. Ideni. Hely van rogyásig, hogy ide szépen beállok, aztán már pihenőzünk is. Ennyi. Feltöltünk szépen egy 45-öt. Pihenőidőnk letelt, mehetünk is tovább. Kihatolunk innen a pihenőhelyről, visszatérünk a hármasra, megyünk Köln fölé. Beleolvadunk ide a forgalomba, elkezdett esni az eső közben. Úgyhogy már haladunk is. Megteszünk most első körben 137 km-t. Hoz érkezünk. Előtte viszont itt már egy csodás híd. Megvédve az ajtól környéken lakókat. Ha megérkeztünk az alagúthoz, bemegyünk majd a másik felé meg. Na már ki is értünk. Hol meg itt a hídépítések bal oldalon. Egy több eszkávád, amit össze bal oldal. Ezzel aztán el is hagytuk Würzburgot. Irányba úr felé. Hármason végig, aztán Köln. Megint balra megyek, megyek tovább. Kérem szépen, beállt a hármas. Állítólag egy 30 km-es tau van, lezárták a pályát valamiért, úgyhogy én pedig lehajtottam róla, és akkor megpróbálunk egy kis kerülőúton valahogy eljutni Frankfurt felé. Egy kollega bennáll, ővel nem majd tudok kommunikálni, hogy hogy vannak, mint vannak, megy a sor vagy nem, hogy egyelőre áll a pálya, mi pedig próbálunk kerülni. Ha sikerül, akkor itt át is érünk a lámpán.
is van, akkor megpróbálunk haladni, nyomulni, meglátjuk, hogy meddig jutunk, hova érünk, és hogy a kollégá, tehát hogy jó döntést hoztunk-e, legalább kontrollnak benne van a kollega. Körülbelül egy 900 méterre van előrébb itt benne áll a Stauba. Haladunk, ha valami érdekesség lesz, akkor majd. Itt jövünk el a folyó mellett, és itt van egy kis kikötőszerv, ugye, nem egy átemelő. Látom, itt jobb oldalon, itt vanni a hajók, azon mennek át, ugye egy szintkülönbséggel van a folyó. Itt mennek a hajók ide a átemelő részbe, és akkor leengedik a vizet, és mennek tovább szépen. Érdekes jelenség, jól lenne egy ilyet megnézni, hogy élőbe. Most áll be éppen a hajó, ő bemegy, és akkor utána leengedik a vizet, lezárják mögötte, és akkor szépen lemegy a szintkülönbséggel a hajó. Robopa. Ugye így lehet az, hogy ugyanígy vissza is tudják emelni, ugye akkor a magasabban lévő vizet engedik bele, és az fölemeli a szintjére, és utána át tud jönni a hajó. Jó pokol, jó ötletes, ki van találva. Na, megyünk aztán egyelőre, tudunk haladni, semmi probléma. Helyi felbe érkezünk. Majd egy kis megtorpanásunk, valószínű lámpa van. Valamiért azt írja, hogy egy kicsit meglassul a forgalom. De nem számottevően. Sőt, itt elhagyjuk Eichelt. Mehetünk vissza szépen tovább. Pedig nagy valószínűséggel ott azon a hídon fogunk majd átmenni, hát nem itt még, majd arrébb. De a folyót mindenféleképpen át kell, hogy lépjük. 800 méter után, fordulj jobbra. Erre fogunk majd visszajönni, erre a hídra. De hát erre csak úgy tudunk fölkukkorodni, hogyha 800 méter múlva visszafordulunk. Verhelynél járunk egyébként, és itt azért már előfordulnak lámpák. Háromszáz méter után, fordulj jobbra. Azt majd meglát. Ide kéne elméletek visszajönni ide jobbra, de hát ez nem biztos. Megnézzük, hogy hogyan, mit mutatott a... Mit is ír, hogy is ír. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Lehetünk itt, elméletem nem vagyunk itt jobban, úgyhogy én elmegyek jobbra, engem nem zavar. Egyelőre semmi nem tiltja. Főútvonalon tudunk haladni, megyünk át a hídon. Be, itt van mi. Ó, Madonna Mia. Ja, nem, semmi. Csak 30-ra kövessük egymást. Az jó, akkor nem vagyok kitűrva. 16 tonnánál nagyobbak csak annyival követhetik egymást, úgyhogy jók vagyunk. Azt hittem, hogy valami behajtani tilos van. De nem. Mi maradunk tovább a főúton. Keresztül vergődünk Wertheimen, vagyis hát azon már átjöttünk, ez most Mark Kreutz Wertheim. Itt írva nem voltunk, ez volt az érdekes, ezért mertem bejönni, mert a többi kollega elment egyenesen. Hát lehet, hogy éppen eléjük fogok kerülni, de nem biztos, majd meglátjuk. Menni.
ők is erre jönnek nagy valószínűséggel, csak ők ugye a másik hídon jönnek át. Mi most levágtuk azt a lenti részt, hát kíváncsi vagyok rá, hogy eléjük kerülünk, avagy tűnjéljük. Egy jó kis városnézőtúra. Hát erre éppen nem jön senki utas. Pedig már érünk is ki a körforgalomba, ahonnan mi elmegyünk majd egy kicsikét jobbra. A körforgalmat követve fordulj jobbra. Első kijárat. Visszaértünk a pályához. Egy kicsivel arrébb, megnézzük, hogy itt mi újság. Úgy nézem, hogy mindenki leperelnek. Igen, le van zárva. 300 méter után, fordulj jobbra. Le van zárva a pálya, úgy látom. Igen, tehát itt nem engednek le. Ezt kerülnünk ezt a szakaszt. Menjünk szépen tovább, azt megnézzük, hogy hogyan lehet ezt kikerülni. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Menjünk tovább, aztán majd meglátjuk, hogy ilyen korunkban érkezünk. Erre sem hiszem, hogy jártam volna, hogyha nem kell umlejtunk volnunk, vagyis hát nem jövök le a pályáról. Mert az a helyzet, hogy továbbra is csak úgy vagyok vele, hogy még mindig kerüljük ugye a hármas pályánál lévő lezárás miatti stau. Ez egy főútvonal, kérem szépen, épp hogy elfér az autó rajta ezen a szakaszon. De amúgy meg szép kis busza. Elég gyéren járt, nem sok autót láttam még erre egyelőre, nem is bánom, mert legalább akkor tudok haladni. Ezt a települést is meg tudjuk nézni. Nem sokára fordulunk rá a következő főútra. 300 méter után fordulj jobbra. Igen, itt már mutatja az autópályát, és nekünk úgy, hogy az egész jó lesz még a végén. Irány Frankfurt a 3-as autópályára, Hasa-Frankfurt, igen, 39 km. Úgyhogy itt a következő lehetőségnél fordulj jobbra. Söndörödünk egyet jobbra, és aztán már menjünk is. A 3-as számú autópálya felé, ami 17 km itt körforgalommal. Kérem szépen, így néz ki a 3-as pálya. Itt van ez a mérnöki műremek, ez a híd, amit lentről szoktunk nézni a 3-asról. És a szembe jövő forgalomba a stau. Teljes útzár van az a 3-ason. És valami nagy darú, meg ilyesmi ment, úgyhogy valószínűleg, hogy a pályára tud csak kitalpalni a nagy darú. Valamit
emelnie kell, vagy pedig valamit fel kell állítani, valami teherautót, vagy valami karambolból okmalat járművet. Mert rendőri kísérettel ment, mondja a kollégám, aki bennáll még mindig a hármason a stauba. Mi pedig itt vagyunk már 2,5 kilométerre a körforgalomtól, ahonnan rá fogunk tudni hajtani valószínűleg a hármasra. Reményeim szerint. Tehát így néz ki az a híd, amit a pályáról szoktunk nézni. És itt alul a hármason, akik jönnek, azok pedig szerintem a csodálkozás vagy a nézelődés miatt van stau. Mert bízom benne, hogy nem sokára azért már csak fölhajtunk a pályára. Mert igen, csak úgy araszolunk, hogy megyünk előre egy 2 kilométert, aztán megállunk egy 20 percre. Megint megyünk előre, megint megállunk egy 20 percre. Úgyhogy ez most betesz nekünk, de nagyon. És hát az a helyzet, hogy még mindig nem lehet rámenni a pályára, úgy látom. Tehát arra még végig mindig még le van zárva. Úgyhogy ahol én föl szeretnék hajtani rá, még úgy se lehet fölmenni. Hát az gyönyörű lesz, hogy haraszolunk szépen tovább. Na mindegy, megyünk, aztán majd meglátunk. Na megérkeztünk egy körforgalomhoz, ahonnan már elméletileg mehetünk fel a pályára. Gyakorlatilag meg majd meglátjuk mindjárt, hogy fölvisznek-e minket a pályára, vagy nem. Ha föl, akkor irány 62 km. Ha fölengednek minket. És akkor végre pályán úgy néz ki, roboghatunk tovább. Hát átértünk a dugaszon, a kolléga meg még mindig bennáll. Mert mondtam neki, hogy hívjon föl, hogyha átért, vagy már lejött a pályáról, de azóta még nem hívott. Úgyhogy mi itt most szépen fölhajtunk a pályára, és már roboghatunk tovább irány Frankfurt felé. Az a helyzet, hogy elég sok idő elment vele, egy órát ellőttünk ezzel a ide-oda kevergéssel. De most aztán már végre fönn vagyunk, megyünk, robogunk egy 60 km-t első körben, 154-et teszünk meg egyébként rajta, úgyhogy végre pályát értünk. Itt egy gyönyörű völgy, miközben már gurulunk szépen a saját ritmusunkba, 300 km van még előttünk, szeretnék menni még egy jó másfél órát, és akkor ott aztán pihenőre tenni magunkat. Meglátom, hogy mennyi idő alatt érek oda, 8-as lerakó, nem nyit előbb a cég, tehát azért fölösleges oda menni elő. Ezért megnézem majd, hogy 11 órás vagy 9 órás pihenőt kell, hogy tartsak, hogy azt tudjam tartani a lerakót. Hát gyakorlatilag ennyire már, ilyenkorra már majdnem odaértem volna, hogyha nincs ez a stau. Megyünk aztán, hogy érdekesség lesz, akkor jövök. Megérkeztünk Frankfurtba. Kezdünk rögtön a repülőtérrel. Van balra. Egy-két gépnek azért látszottak különleges vezérsítjai. És egy-két repülő is talán így. Nagyon rossz időben értünk ide, mert 17 óra 20 perc van, ugye 17-ig dolgoznak itt az emberek, és aztán fröcskölnek vannak hazafelé. De hát legjobb, még eddig nem volt fennakadás. Bocsánat. És akkor itt pedig érkezünk a Hiltonhoz. Nagyon szép építmény. A nap bekavar nekünk, de talán nem annyira nagy baj.
határa nagy hajó. És aztán már röpletetünk is tovább. Éppenek 3 óra. És oda lehet érni. Még szeretnék menni egy fél órát körülbelül. Lesz majd egy parkoló, ahova kiállunk, aztán eltöltjük az éjszakát. De egyelőre megyünk. Érkeztünk ez a Medenbaki pihenőhelyhez, ahova én benézek. És szerintem, ha lesz hely, akkor maradok is itt. Bár lehet, hogy ez ismerős nekem, akkor nem biztos, hogy itt maradok. De 26 kilométerre viszont van egy másik. És akkor lehet, hogy odáig elmegyek. De mindegy, azért benézek, hogy ma Valhely, mert még egy 2 óra 50-ben innen el lehet érni a lerakót. Megnézzük, hogy mennyien vannak, de azt hiszem, hogy tudom, hogy melyik ez a pihenőhely, itt aztán nagyon-nagyon nem lehet pihenni. De azért megnézzük. Biztos, ami zihet. Meg tudnék állni, akkor az még talán jó lenne, melyek ide hátra. A teherre behajtani tilos van, de nem megyek. Újra tervezés. Fordulj enyhén balra. Itt pedig még lehet, hogy van is hely itt egy, jobbra. Akkor én itt megállok, ide beférek. Szerintem ide beférnék. Hivatalosan beférnék. Ha, beférek valószínűleg, ide beférnek benne valahogy a jószágot. Köszönöm, ha ma is engem választottatok, mindenkinek minden jót. Vége legyen veletek és szereteitekkel. Holnap meg majd innen folytatjuk. De minden esetben egy már jó leszünk. Sőt, még előre viszem egy kicsit. Az elhaladó autókat a tükrömet se bántsák. Nézni. És akkor vége veletek és szereteitekkel. Holnap folytatjuk. Sziasztok! You